tartottunk mi a lemez megjelenés napján egy koncertet, csak azt még így hívtuk, hogy lemez megmutató koncert. Majdnem 2 hónap eltelt azóta. Talán ez már elég ahhoz, hogy azok, akik kedvelik a zenekart és megvették a lemezt, már ismerhessék az új számot is. Most abban reménykedünk, hogy néhány új dalt majd mai est során együtt énekelnek a zenekarral. Egy-két kis kulcost, meg a biztonságot, hogy mégis mondan, nem keresed a szívet, nem keresed az életet. Meg volt már 5-6 dal, amit így az év során, 2011-es év során megalkottunk, az jutott eszünkbe, hogy már nem kell sok, hogy egy albumnyi dalt összeszedjünk, és miután meglettek a dalok, ezután lemezre vittük, és meg is jelentettük. Rockstar, most hagynak veszni, mert egyetlened sem volt több, mint sextár. Az, hogy a nyers után váltottak egy olyan stílusra, hogy rádióbaráttá tették a saját szerzeményüket, de még olyan szinten, hogy még tudtak tükörben nézni, tehát megmaradtak rockzenészeknek. Ez olyan sikert hozott nekik, hogy valóban egy villámgyorsan egy év alatt ismert zenekarrá vált az elmondó. Az angol nyelvű anyagot azért készítjük el, mert van egy, már mondhatom, hogy minden héten jelentkező igény Amerikából, és kaptunk ígéretet arra is klubszervezőktől, hogy hogy európai klubokban nagyobb eséllyel tudják adni a zenekart. Nem hiszem, hogy egyébként belmondónak akármilyen jól sikerül az angol nyelvű anyag, ilyen különösebben komoly reményeket kéne táplálni külföldi karrierre kapcsolatban, de mivel erre volt és van igény, és ez hozhat nekünk koncerteket is, amerikai megjelenéseket itt-ott, ezért nyilván nem bánom. Tehát ennyi befektetés mindenképp megért. Ráadásul a belmondónak egyébként sem jelent meg még best of lemeze, és ez egyfajta best of lemez is lesz. Zoli életét is, meg az én életemet is nagyon meghatározza, hogy a Beatles. Az Artisus díj, én szerintem egy normális alkotónak az legfeljebb zavarbejtő. Kisebb feszültséget kelt bennem, hogy ezek után úgy érzem, mintha ennek mindig meg kéne felelni. Mostantól kezdve, hogy Artisus díj szövegíró vagyok, akkor nem lehetne szart írni, pedig akarok még sok szart írni. Sokkal inkább azt gondolom, hogy ez az utóbbi 15 évnek inkább szól, mint ennek az egy évnek az év szövegírója díj. év elején Zoli megalkotta a Mikor című dalt. Villámgyorsan országos hírű dal lett belőle. Kvázi a Mikor című dalért kaptam ajándékba a feleségemet. Megláttam 2 évvel ezelőtt egy Light Veszprémben, egy belmondó koncert előtt,
nagyon fájdalmas küzdködés volt, és egy éjszak alatt, ahelyett, hogy írtam volna neki egy levelet, fölrántottam ezt a dalt gyorsan otthon, kis házi stúdiómban, és elküldtem neki. És reggel meghallgatta. És 2011-ben is vettem feleségül. És most pedig terhesek is. Éretek hozzád, térsz be úgy hozzám, van, hogy nem félsz már, úgy várlak, nézhetek majd rád, képzeled tovább, jössz, hogy egyé válj. Az MR2 kezdeményezése volt valamilyen szinten, hogy két dalt földolgozna a Magyar Rádió szimfonikus zenekarra, és akkor ezt hogy adjuk majd elő közösen. Az egy álomszerű dolog volt. Két olyan dalt játszott szimfonikus zenekar, ami ugye a mi dalunk, és egekbe röpített.